Sziasztok! Ádám vagyok, ez pedig a Tajgetos Show. Tum pum pum, pili bili bili pipa, henk. Puff. Mesél Málevics fekete négyzetéről, aki kapucsinót akart inni. Egy napon Málevics fekete négyzete úgy gondolta, hogy jól lesne neki egy kapucsinó. Lekászálódott hát a fehérvászonról és kisétált a múzeumból, hogy kapucsinót szerezzen magának. Ahogy kilépett a múzeum ajtaján, látta, hogy rögtön szemközt ott is van egy kávézó. Na, ez eddig simán megy, gondolta Málevics fekete négyzete, és nem teketóriázott. Amikor belépett a kávézó ajtaján, látta, hogy a kávézóban egyáltalán nincs nagy tömeg. Rengeteg az üres asztal, ahova leülhet, és nyugodtan megihatja a kávéját, a kapucsinóját, amit majd kihoznak neki. Le is ült az egyik üres asztalhoz Málevics fekete négyzete, és várta, hogy a pincérnő észrevegye és oda jöjjön hozzá. Tőle balra egy vörös szemüldökű nő ült, csecsemőjét ringatva, valamint egy bukós sisakos férfi, aki az aznapi újságot olvasta egy vajas kifli fölött. Mit parancsol? Kérdezte a pincérnő Málevics fekete négyzetét, aki elmerengett egy picit. Egy kapucsinót szeretnék kérni, mondta Málevics fekete négyzete. A pincérnő megírta, hogy már is kihozza. Málevics fekete négyzete nagyon meg volt elégedve a dolgok alakulásával eddig. Hogy ilyen közel a múzeumban szinte szemköz talált egy kávézót, hogy nem volt benne nagy tömeg, és hogy a pincérnő ilyen készségesen viselkedett vele, ezek a körülmények nagyon boldoggá tették Málevics fekete négyzetét. És a kapucsinó már ki is jött? Itt a már is, az valóban már is, gondolta Málevics fekete négyzete, és nem tudott betelni az események gördülékenysége fölött érzett mámorával. Pedig ha tudja Málevics fekete négyzete, hogy szerencse csillaga immár leáldozóban van, a szíve mélyén nyilván nem örült volna ennyire. De hiába nem sejtett semmit Málevics fekete négyzete, hiába volt, gondtalan és boldog, minden hiába volt, mert végül mégis a következő történt vele. Puff. Ahogy Málevics fekete négyzete a forró gőzögő kapucsinó fölé hajolt, hogy illatozásában részesüljön, a síkidom, tehát Málevics fekete négyzetének jobb alsó sarka, megkarcolta a kapucsinó felszínét. Éppen csak egy kicsit ért hozzá, de a kapucsinónak több se kellett. Abban a pillanatban lángra lobbant, és vele együtt lángra lobbant Málevics fekete négyzete is a jobb sarkánál fogva. Mindez azért történt, mert Málevics fekete négyzete nem tudta, honnan is tudta volna, hogy a múzeumban szemközti kávéházban gyufafejekből főzik a kávét. A vörös szemüldökű nő is tudta, és a bukós sisakos férfi is tudta. Mindenki tudta, csak ő nem. Pincérnő, kérem, kiáltotta Málevics fekete nézete. Felgyulladt a kapucsinom, és én is felgyulladtam a jobb sarkamnál fogva. Ó, mondta erre a pincérnő, és egy vízes rongyra gondolt. Miért? Fordult Málevics fekete négyzete magához képest balra, a vörös szemüldökű nő és a bukós sisakos férfi felé. Miért gyulladt fel a kapucsinón? Miért? Nem értette, hogy miért gyulladt fel a kapucsinója. A vörös szemüldökű nő szótlanul ringatta a gyermekét, és inkább hallgatott. Végül a bukós sisakos férfi válaszolt. Azért gyulladt fel a kapucsinód, tegezte le a férfi Málevics fekete négyzetét, mert ebben a kávéházban gyufafejekből főzik a kávét. De ezt nem tudtam, mondta erre Málevics fekete négyzete, hogy ebben a kávéházban gyufafejekből főzik a kávét. Ilyesmi meg sem fordult a fejemben. Ekkor a Málevics fekete négyzete már annyira lángolt, hogy a vörös szemüldökű nő távolabb ült egy másik asztalhoz, a csecsemőjével együtt. Végül megérkezett a pincérnő, azzal a vizes hongyal, amire korábban gondolt, és jól elverte vele Málevics fekete négyzetét. Addig ütötte, verte, amíg a lángok végleg el nem enyésztek, és amíg már nem csaptak ki belőle többet. Málevics fekete négyzete füstölt, mint a kemencejük, amiben odaégett egy valami. Ezen kívül semmilyen látható változás nem látszott rajta. Ő nem lett feketébb addigi feketességénél, sem ki nem szűkült, és a tűt meg sem csonkította, tehát nem lett belőle Málevics fekete háromszöge, sem ötszöge, sem más. Fel sem púposodott, ki se lyukadt, se semmi. Látszatra ugyanaz a négyszög volt most is, csak büdösebb. Ugyanakkor a kávézó
teljesen telement füsttel. A bukós izsakos férfi köhögött a vajas kifli fölött, és a vörös szemüldökű nő is köhögött, meg a csecsemő is. A pincérnő is köhögött. Mind köhögtek. Annyira köhögtek, hogy ki kellett nyitni az ajtót. Én nem tudtam, szabadkozott Málevics fekete négyzete, én nem tudtam a maguk kapucsinójáról, hogy miből főzik. Sose hallotta még dufafejekből főzött kapucsinóról, tette hozzá. Soha senki nem számolt be nekem hasonlóról. Akkor eredjen vissza a múzeumba, mondta a vörös szemöldökű nő, aki a történetben most szólalt meg először, életében pedig hetedjére. Eredjen vissza, mert maga nem közénk való, mert maga csak kalamajkát okoz az emberek között, és gondot hoz a fejünkre, nem közénk való. Ezt a kávéházat is hogy tele füstölte a hülyeségével. Én gyerekkel vagyok, fűzte hozzá végül, mielőtt elhallgatott. Málevics fekete négyzetének a torkára forrt a szó. Nem tudta, hogy mit is mondhatna erre. Külsőre ugyanaz a négyszög volt most is, csak az oldala sajgott egy kicsit a pincérnő vizes verésétől. Felállt, megtörtén kisétált a nyitott ajtón, fizetés nélkül, mert ugyan miből is fizetett volna. Visszament a múzeumba, felkászálódott a fehérvászonra, és soha többet nem kívánt meg semmilyen italt. Honnan tudhattad volna? Vigasztalta a fehérvászon. Te igazán nem tudhattad. Puff. Sziasztok! Ádám vagyok, ez volt a Tajgatosó. Ma Málevics fekete négyzetét dobtuk le a Tajgatosról. Legközelebb egy másik síkidomot fogunk ledobni a mélységbe. Iratkozzatok fel a csatornára, nyomogassátok a kis csengőgombot, mert akkor mindig lesz egy kling hang, amikor új videóval jelentkezem. És tagok is lehettek, ne felejtsétek el, legyetek tagok, mert tagoknak lenni király. Sziasztok! Puff.